A díjugrató versenyszezon vége felé közeledve szeptember 18-án és 19-én ismét Bábolnál rendezték meg a megye legjobb ugratólovasainak döntő megmérettetését. Ezúttal szép hazai sikerek születtek, hiszen a csapatversenyben a Bábolna Ese 3-asa, Nagy Rita, Hardi Luca Liza és Rózsahegyi Blanka Buza Zoltán irányításával állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, Nagy Rita pedig az egyéni felnőtt megyei bajnoki címet érdemelte ki. Most már nem először rendeznek itt megyei díjugrató döntőt Bábolnán. Ezúttal milyen versenyszámokban dőlt el a megyei bajnoki cím, illetve a helyezések sorsa? Igen, nem elsőre rendezzük ezt a Komárom-Esztergom megyei döntőt, viszont az elmúlt 10 évben ez volt az elbírálás 4 egyéni bajnoki kategóriában, és egy csapatbajnoki kategóriában avatunk bajnokot ezen a hétvégén. Tegnapi nap volt a csapatbajnokság napja, itt is hazai győzelem született, a Bábolna Sportegyesület lovas szakosztályának csapata nyerte. A mai napon pedig a kezdőlovas kategóriában, az ifjúsági kategóriában, az amatőr kategóriában és a felnőtt kategóriában hirdettünk bajnokot. Mennyire volt meglepetés a Bábolna Ese csapatának csapatgyőzelme? Hát ez sosem meglepetés, mert a bábolnai csapat mindig nagyon erős. Ugye ők 3 éve nyerték ezt a csapatbajnokságot. Talán egy kicsit az meglepetés, hogy a Prosper most idén nem tudott címvédőként oda kerülni, ugyanis 5 csapatot indított idén maga a Prosper Lovasklub. És ezen kívül az idei évben volt a legtöbb nevezés a csapatbajnokságra. Ilyen az elmúlt 10-15 évben még nem volt, hogy 11 csapat nevezett a csapatbajnokságra, és 7-en vetettek össze az aranyéremért. Külön érdekesség, hogy a felnőtt megyei bajnoki cím is Bábolnára került. Így van. Ugye erre is volt már precedens. Akkor ugye Szent Irmai Péter nyerte. Nem meglepetés. Ugye a Rita egész évben nagyon jól versenyzett kiegyensúlyozottan, és itt az év végén is tudta hozni ezt a formát. Hogyan alakul a Diugrató Szakág megyei szövetségének sorsa, illetve mennyiben tudnak az egyesületek bővülni, fejlődni? Maga a Komárom-Esztergom megyei Lovasportért Egyesület 2 éve alakult meg. Ugye előtte Komárom-Esztergom megyei Lovas Szövetség volt. 2 éve egy sporthatározat miatt át kellett alakulnia ezeknek a szövetségeknek, és önálló egyesületként működik, és ez az egyesület alá tartoznak be a megyei egyesületek. 24 egyesület van a megyében, a különböző szakágakban, ugye díjugratás, díjlovaglás, militári, illetve távlovag, sok is vannak a megyében. Én úgy gondolom, hogy bővül, és talán, ahogy mondtam, az elmúlt 10-15 év legszínvonalasabb megyei döntőjét tudhatjuk magunk mögött díjugratásban. Maga az, hogy ezen a 3 napon 600 fölött is tartott bonyolítunk le, ilyen még nem fordult elő, és minden egyes egyéni kategóriában rekordlétszámok voltak, mint 10-15 fölött voltak az egyéni indulók. A megyei egyesületekben jó néhány olyan lovas is megtalálható, akik az országos bajnokságokban is remekül szerepelnek, illetve voltak már országos bajnokok is. Így van, ugye a Prosper Lovasklub a legnagyobb utánpótlás egyesület az országban, így a megyében is. Ők mind a championátuson, mind a korosztályos országos bajnokságokon általában előkelő helyeken végeznek. A bábolnai lovasok, illetve most már az Elcsikényi Sportegyesületbe tartozó Szent Irmai Péter tavaly 6. volt a felnőtt egyéni bajnokságon, illetve ő többször volt már helyezett a felnőtt egyéni bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy az ország legkisebb megyéje, Komárom-Esztergom megye területileg, de a díjugratásban az egyik meghatározó megye vagyunk az egész országban és a régióban is. Az utánpótlásra is nagyon sokat tudnak adni az egyesületek, illetve a szövetség? Így van. Ez a megyei bajnokság is igazából ezért van, az utánpótlás miatt van legfőképpen, hogy kezdőlovasok és az ifjúsági lovasok itt tudják kipróbálni magukat először bajnoki körülmények között, és ezután ugye a championátus, az ifjúsági magyar bajnokság, a fiatal lovas magyar bajnokság következik, és mi ebben próbáljuk őket támogatni. Összefogásban vagyunk ugye a díjugrató szakággal, ő szponzorálta ezt a megyei döntőt, illetve a Horze Lovasáruház szponzorálta még ezt a megyei döntőt a Komárom-Esztergom megyei Lovassportért Egyesületen kívül.
kutyákat, azt gyápoljuk, vagy tartott ilyen szakmai. Néhány éve beszélgettünk utoljára, akkor még kezdő lovasként ismerkedtél ezzel a versenyággal, és azóta, hogy láttam, nagyon szép sikereket értél el, és a ranglétrán, a verseny szinten egyre feljebb jutottál. Milyen szinteket kellett teljesíteni ahhoz, hogy aztán a megyei ifjúsági bajnokságban indulhass? Hát legelőször kell egy rajtengedélyvizsgát csinálni, utána 8 kezdőlovas stíluspályát kell teljesíteni, és utána lehet elindulni az ifjúsági bajnokságon. Ott gondolom, hogy szép eredményeid voltak, hiszen voltak győzelmeid, különböző érmeid. Igen, a kezdőlovasban volt tavaly például egy éve a megyedöntőn, 3. lettünk, az utolsó kezdőlovas pályámat pedig megnyertük. És akkor elérkezett az idő, hogy elindulj az ifjúsági kategóriában? Hogyan szántad el magad rá? Azt mondtad, hogy na most már itt az idő, és akkor tudom teljesíteni ezeket a magasabb akadályokat? Hát a lovamat sajnos télen műteni kellett, utána befejeztük a kezdőlovas pályámat, mert még maradt, ha jól emlékszem, 2 vagy 3, és most nagyon jó formában van a lovam, így bizalommal elindultunk itt. És akkor szép sikert értél el, hiszen az elődöntőben odállhattál, ha nem is a dobogóra, de a dobogó mellé, aztán a dobogó legmagasabb fokára is felállhattál. Igen, tegnap egyéniben 4. helyezést értünk el, ma viszont nem sikerült, az utolsó ugrásnál leestem, tegnap a csapatbajnokságot pedig megnyerte a Bábonlei Sport Egyesület. Hogyan lehet bekerülni egy ilyen csapatba? Biztos, hogy azért ahhoz azt ki kell harcolni, ki kell érdemelni. Hát egy csapatba kell egy ifjúsági, egy amatőr és egy felnőtt. Mi voltunk a Bábolnai Sport Egyesületnek a képviselői, Nagy Ritával és Hardi Luca Lizával. És hibátlan pályát mentél, ami azért nem kismiska. Úgy tudom, hogy az első ilyen magas akadályú versenyed volt. Az első ilyen magas akadályú versenyem Balatonvilágosan volt, utána jöttünk ide. És milyen érzés volt a dobogó legmagasabb fokára felállni, szinte azonnal, tehát így bemelegítésként? Hát idén indultunk először csapatbajnokságba, és hát hatalmas öröm volt számunkra. Hát gondolom lett volna esélyed a döntőben is. Itt volt egy apró hiba, ami aztán sajnos kiesésre kényszerített. Igen, nagyon jól ugrott a lovam. Egészen az utolsó akadályig, ahol sajnos hát elszámoltuk magunkat. Na, hogyan tovább? Mik a következő lépések ebben a sportágban? Hát jövő héten lesz ugyanitt a regionális bajnokság, ott is megpróbálkozom. Ugyanebben a kategóriában? Hát ez még függ attól, hogy az edzőm mit mond erre a mai produkciónkra. Hogyha azt mondja igen, akkor ugyanebben, ha nem, akkor pedig nyitott számokban indulunk. Hosszú évek után először üdvözölhetünk bábolnai versenyzőt, aki diugratásban megyei bajnok lett, a bábolnese versenyzője. Milyen versenyzői múlttal büszkélkedhetsz? Igazándiból 2015-ben már hál' Istennek sikerült egyszer megnyernem egy kategóriát, az amatőr kategória volt. Az is szép sikernek számított, de most idén hál' Istennek egy nagyon-nagyon jó lovam lett, és ővele sikerült megnyernem a felnőttet is. Mióta vagy a bábolnese versenyzője? 2014-ben igazoltam Bábolnára, és azóta is. Ezt mekkora sikernek éred el, hiszen hibátlan pályát mentél, és a két versenynap eredménye alapján lettél megyei bajnok? Ez egy nagyon-nagyon nagy siker számomra, mivel hogy a múlt héten volt országos bajnokság, ott sajnos nem sikerült csak idézőjelesen a csapatversenyt megnyernünk, az egyéniben kicsit elrontottam, így most ezután, hál' Istennek, ez sikerült. Boldog vagyok tőle. Az országos bajnokságban mik voltak a célok tulajdonképpen?
mivel hogy idén ezzel a remek lóval rendelkezem, ezért nagyon-nagyon bíztam benne, hogy az első 10-ben benne leszek, de titokban persze mindenki azt reméli, hogy meg is tudja nyerni. Sajnos a 11. lettem, mert én voltam lassabb az utolsó versenyszámban, de még ez is elég nagy sikernek számít számomra. Jövő héten a regionális döntőben mi várható? Oda a másik lovamat szeretném hozni, mert ő vele, a másikkal már régebb óta együtt vagyok, ő már megvan 2 éve. Ezt a lovacskát, akivel most nyertem, őt csak idén kaptam, vele még nem vagyok annyira nagyon összeszokva. Hát bízom benne, mert a másik lovam is nagyon rutinos. Meg őt már jobban is ismerem, úgyhogy hajrá! Gratulálunk a felnőtt lovas bajnokság első helyzetének, majd itt nem is a helyzet.